és aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, azoknak hatalmat adok a népeken. Olvasom a jelenések könyve második fejezetében a 26. verset, amelyben Jézus a negyedik gyülekezetének, a tiatírai gyülekezetnek üzen ezekkel a szavakkal. Ismét a győzelem, aki győz. De ebben a negyedik levélben rögtön a győztes után egy nagyon fontos félmondat következik, hogy aki győz, és aki mindvégig megőrzi a cselekedeteimet. Miért mondja ezt való vagyon Jézus Krisztus? Több szempontból is. Egyrészt azért, mert a győzelem az nem egyszerűen a gondolkodásban, bár a gondolkodásban is sokszor le kell győznünk a hiába való gondolatainkat. Nem csak a beszédben, aki beszédben nem védkezik, tökéletes ember képes az egész is megzabolázni, beszéltünk már az eddigiekben erről, hanem az embernek a harmadik része, mert így vagyunk felépít, vagy gondolkodunk, döntünk, beszélünk azokról a dolgokról, amit tenni szándékozunk, aztán cselekesszük. De a cselekedetnél ne felejtsük el, hogy nem egyszer-egyszer kell kivágni a rezet, ahogy szoktuk mondani, hanem folyamatosan, álhatatosan kell cselekedni a jót. Tehát egy nagyon hosszú időszak hívő emberének szól ez az üzenet. Ez az időszak a 6. a 6. századtól a 18. század végéig terjedt. Ez az a bizonyos 1260 éves időszak, amelyben hét bibliai profécia is felhívja a figyelmünket, lehetetlen eltéveszteni, hogy ez az időszámításunk szerinti 538-tól 1798-ig tartó hosszú-hosszú gyötrelmes középkori időszak, amelyet a Biblia a kis szarv tejhatalma időszakának mond a Dániel könyve 7. fejezet 25. verse szerint, ott adja meg először ezt az idői proféciát, ugyanis aztán kétszer fordul elő Dániel könyvében, ötször a jelenések könyvében, ez egy hosszú időszak, azért is ilyen hosszú ez a kijelentés, illetve azért is szól a cselekedetek végig való megőrzéséről. De ne felejtsük el, hogy Máté Evangélium a 24. fejezet, 13. fejezet verse szerint Jézus ezt mondta, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát másodszorban figyelmeztet a hétköznapi életünkben arra ez az ige, hogy ami jót elfogadtunk, abba tartsunk ki mindvégig, álhatatosan, akadályokat nem ismerve, mert jönnek akadályok, Isten és ember ellenséges hátán nagyon sokszor hoz olyan akadályokat, hogy azt mondjuk, hogy most már föladjuk. Keresztúli Dezső írt erről egy nagyon ver, nagy verset a, az Isten tenyerében, hogy most már föladom, most már végem van, most már lezárul. ezt már nem bírom, amikor azt mondjuk, hogy nem bírom belül, akkor jön a legnagyobb segítség, és hányszor átéltünk ilyen nem bíromokat? és a jelenések könyve 24. fejezet 13. verse különösen a végső idők embereinek szól, és ez is nagyon érvényes párhuzam, hiszen a mai időkben sok mindenbe belefognak az emberek, de nem viszik végig. Ezért volt Arany Jánosnak egyik kedves szava, amiről életének emblematikus nagy versét írta, a mindvégig a lantot, a rantot szoríts kebeledre, ha jő a halál, mindvégig kitartani az igaz beszédben, az igaz költészetben, az igaz embereknek való igaz figyelmeztetésben, mindvégig, ne csak 50, 60, 70 éves korodig, ameddig csak élsz, mindvégig, és aztán egy harmadik párhuzam, mit is mond a zsidókhoz írt levél, harmadik fejezet 14. versében Pálapostól, mert ha részesei lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk, ezért beszél Pálapostól olyan sokszor arról, hogy alaposan, erősen gyökerezzél bele a hitbe, mint a gyökér, Erősítse meg azt a palántát egyre inkább a föld alatti rész, és tudjuk, hogy a föld alatti részünk az ima, a bőjt, az Istennek való odaszállás, amit senki nem látja külső cselekedeteinkből, látja, vagyis azokból a cselekedetekből, amelyek mindvégig kitartó cselekedetek és ezek által hatalmat vehetünk másokon a népeken. Amikor emberek látják az állhatatosságot, látják, hogy nem csak egyszer-egyszer cselekszünk itt, hanem mindig erre lehet számítani a részünkről, akkor ez hatalmat ad a népeken, ebben viszont majd még ezután fogjuk felidézni a. A filadelfiai gyülekezet egyik nevezetes kijelentése fog felhangozni, hogy akiken mind végig látják az Istenhez való ragaszkodást, tehát a tökéletes követését Isten szavának, Isten törvényeinek, azelőtt még az ateisták is meghajtják a fejüket, azelőtt még a más vallásokat, felekezeteket tartalmazó, azokat magába foglaló emberek is meghajtják a fejüket. Óriás ígéret volt ez egy gyötrelmes korszak keresztényeinek a középkoriaknak, de tanulhatunk ebből mi is, mert a végén itt is ez áll, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, a gyülekezeteknek.